A Bonyhádi Általános Iskolában hagyományos, hogy az oktatás mellett olyan programokat is szerveznek a diákok számára, ahol a kikapcsolódáson van a hangsúly, így a gyereknapról sem feledkeztek meg, ahol a fiatalok kreativitása is szerepet kapott. Ez a gyerekekről szól, legalábbis szeretnénk hinni, hogy örömmel fogadják a programokat, és szívesen vesznek rajta részt. Így van ez a mai napon is, szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk. Az egész programsorozat egy eredményhirdetéssel indult. A napokban, hetekben rendeztük meg az iskolai papírgyűjtő versenyt, ahol közel 40 tonna papírt gyűjtöttek össze a tanulók. Ennek az alsó és felsős eredményhirdetésével indítottunk, majd pedig az még ennél is szabadabb programok vették át a helyet. El lehet mondani, hogy alsósok és felsősök külön-külön programokon vehetnek részt. Én azt gondolom, hogy ha itt körbenéznek a nézők, akkor láthatják, hogy próbáltunk gondolni mindenkire, és alapvetően a könnyedebb, sportos, játékos feladatokat terveztünk. A gyerekek egy része az ugrálóvárban ugrálhatott, ezen kívül a rodeobika arat óriási nagy sikert, ezen kívül a karaoke verseny részeként ilyen érdekes feldolgozásokat hallhat a közönség, a zene az eredeti, a dalszöveg az pedig élőben előadott, ami időnként eltalálja az eredetit, időnként pedig nem, de a gyerekek nagyon élvezik. Itt az iskola előtti részen pedig vizes játékok vannak, arcfelismerő verseny van. Én azt gondolom, mindenki megtalálja a maga szórakozását. Ez volt a mai célunk. Igazából 2 hét van vissza, az osztálykirándulásokra kerül sor, a pedagógus napra, és június közepén, 16-án, illetve 17-én már sor kerül az évzáró ünnepségekre, illetve a ballagásokra. Utána pedig indul a táborozás időszaka. Szerencsére ebben az időszakban is nagyon sok tanulónk van, aki jelentkezett a nyári Bélatelepi táborra, közel 90-en, illetve hasonló számban a várai táborozásra, illetve terveink szerint 2 hét Erzsébet táborozás is megvalósul itt napközi tábor jelleggel az intézmény épületein belül. A nap folyamán a gyerekek olyan programokon vettek részt, ahol előtérbe került a csapatmunka, és a lexikális tudásukat is kamatoztathatták a számukra szervezett programok alkalmával. Karaokéztunk, fociztunk, vagy kosaraztunk, célba dobtunk, krétáztunk, szélségsarokba voltunk. Látom, mutatod a kezed. Hát én kifestettem a körmömet, meg a hajamat is megcsináltattam, és igazából nagyon jó ez az egész nap. Mitől jó ez a mai nap? Hát az, hogy együtt vagyok a barátaimmal, meg hát szeretem a gyereknapokat. Mi az, amit ma még ki fogtok próbálni mindenképpen? Hát nem tudjuk. Én még amúgy nagyon szívesen visszamennék karaokézni, csak nem lehet. A lehetőség persze mindenki számára adott volt, de hogy a sok diák közül mindenki sorra kerüljön, így csak egyszer ragadhatott egy-egy csapat mikrofont a kezébe, amit nemtől függetlenül örömmel próbáltak ki a fiatalok, hogy a fiúk milyen programokon vettek részt. Focin, kosáron, karaokén, nagyon jó volt. Hát futottam egy kört itt, aztán van egy tetkóm itt. Melyik volt a legjobb program? A karaoke. Mit énekeltél, miért éppen az? Hát a Valmártól az Úristent, mert annak tudom a dalszövegét. Sok minden van, és hát lehetett focizni, meg hát az volt a legjobb, hogy lehetett karaokizni is, meg hogy csináltattam egy tetkót, meg futottam ott egy kört, és... Mi lett a foci meccs eredménye? Hát 2 gólt rúgtam, és kaptam érte nyomdát. Fociztam, kosaraztam, csináltattam a tetkót, meg hát a barátaimmal játszottam. Mi a legjobb a mai napban? A foci. Miért? Hát mert egyrészt azért, mert nagyon szerettek, és másrészt meg mert 4 gólt rúgtam. A lányokat is lekötötték a számukra szervezett programok, a karaoke osztatlan sikert aratott az iskola diákjai körében. Nekem az ugróvár volt a kedvencem, meg az éneklés. Mit énekeltél? Hát az erdő közepében járok, és a zöld erdőben, zöldmezőben. Miben más ez a mai nap, mint mondjuk egy sima suli nap? Hát, nagyon sokat játszunk, és... Mindenki vidám.
A kültéri programok jól átmozgatták az ifjúságot, amit ők egy cseppet sem bántak. A Bonyhádi Általános Iskola egy újabb felejtetetlen gyereknappal ajándékozta meg nebulóit.